zöld tanoda már átadásának évében népszerű lett. Nem csak a várpalotaiak, hanem az oktatási intézmények körében is. Sőt, a város külföldi testvérvárosaiból is komoly érdeklődést tanúsítanak iránta. Ez egy hiánypótló intézmény. És a legfontosabb cél az az, hogy szemléletet kell váltani abban, ami most a 21. századra mindenféleképpen jellemző. Ez abból állna, hogy meg kellene próbálni a gyerekeket, és egészen a kicsiket, sokkal közelebb hozni a természethez. Ugyanis az utóbbi időben sajnos azt lehet észrevenni, hogy egyre inkább eltávolodunk ettől, egyre távolabb leszünk attól a természeti környezettől, ami körülvesz minket. Nem ismerjük. És ennek az intézménynek kimondott célja, hogy ezt megváltoztassa, a visszájára fordítsa, és valamilyen fejlődést is megpróbáljunk ebbe elérni, és éppen ezért egészen óvodáskortól próbáljuk megcélozni a gyerekeket. A zöld tanoda február közepén télbúcsúztató kézműves foglalkozásra, valamint táncházába várta kicsiket és nagyokat. Nagy az öröm akkor, amikor mindig azt halljuk, hogy ez is nagyon szép, az is nagyon érdekes, milyen gyönyörűen megcsináltuk, és használható, és ez az, ami igazából erőt adhat arra, hogy még többet tegyünk ennek érdekében.